A kijevi iskolából egyenesen Belgiumba. Az ukrajnai háború miatt menekültek ezrei kényszerülnek otthonuktól távol tanulni. Helena, a 14 éves Dima és a 6 éves Maxim édesanyja most visszaviszi gyermekeit az osztályterembe Brüsszelben. A reményt a Vesta nevű kezdeményezésben egy vadonatúj ukrán iskolában találták meg, amely éppen most nyitja meg kapuit. Szerintem ez a lehetőség nagyszerű, mert a gyerekek tényleg nem találnak egykorú barátokat. Dima nem akar kimozdulni otthonról, Max pedig nem akar olyan gyerekekkel játszani, akik csak franciául beszélnek, ilyetnek érzi magát, azt mondta, nem értek semmit. Sally-en McAlpine-ra is nehéz idők várnak, ő egy önkéntes angol tanár a Vesznában. Meg kell küzdeni a tanítványai érzelmi szorongásával is. Az egyik diák bejött, lehajtott fejjel, és az édesanyja azt mondta nekem, hogy nagyon megijedt, mert hallotta a repülőgépeket, és ekkor eszébe jutott, hogy mi történik a szülővárosában. Úgy értem, mi történt akkor. Leült a földre, és azt hiszem, akkor elkezdett kinyílni, csak egy kicsit beszélgettünk. De az anyuka körülnézett, és azt mondta, igen, ez egy biztonságos hely lehet. Ez egy kicsit megdöbbentő volt. Maria a többnyelvű és ingyenes iskolatárs alapítója, szeretné segíteni a gyermekek beilleszkedését Belgiumban. Vegyes korosztályú csoportjaink vannak, így a gyerekek 3 és 6, 6 és 9, 9 és 12 és 12 és 16 éves korig lehetnek együtt. A tanulás tehát ehhez a felálláshoz és a gyerekek állapotához kell igazítanunk. Néhányuknak nagyon lassan kell haladniuk, mert nagyon komolyan traumatizáltak. Itt a gyerekek ukrán nyelven tanulhatnak, miközben más helyi nyelvekkel érintkeznek. Két másik hasonló iskola létesül Párizsban is.